Sziasztok! Csapó 2.0. Az előbb ugyanis éppen csak, hogy kibontottam a csomagomat, megjelent a zenélős autó odakint, és itt időzött egy negyed órát a környékünkön, úgyhogy leállítottam mindent, éppen csak addig jutottam el, hogy kibontottam a csomagot, szóval még mindig nem tudom, hogy mi van benne. Az van, hogy megérkezett életem első Kid Club csomagja, legalábbis azt hiszem, hogy Kid Club dolgok vannak benne, csak ugyanis december végén Ági írt nekem egy e-mailt, hogy alkotnék-e Scrapfellow termékekkel egy ideig, és én igent mondtam. A csomag már tegnap megérkezett, de mivel este értem haza, így nem bontottam ki, kértem is a lányokat, hogy ne is mutassanak semmit, mert nem akarom látni, hogy mi van benne, hogy tényleg valóban meglepetés legyen. Amit tudni kell, hogy ilyen volumenű alkotócsomagot még soha se honnan nem rendeltem. Teljesen. Tehát én általában csak papírkészleteket rendelek, egy-két kivágatot, és én azokból alkotom. Úgyhogy ez most külön izgalmas lesz. Szóval most képzeljétek el, hogy újra kibontom a csomagot. Fölnyitom, és idáig jutottam el az előbb. És már mondom, hogy wow, ugyanis ez idáig jutottam el. Jaj, van még egy. Na, ezt az előbb még nem láttam. Szóval ez basszus, ez baromi jó. Jaj, bocsánat, nem igyekszem majd nem káromkodni, de ez, akik ismernek, azt tudják, hogy én nem csak scrapbookozom, hanem árcsurnálozom és festegetek is. És hát nekem már is beindult a fantáziám, hogy ezekből mi mindent lehet kihozni. Tehát ezt ugye nem csak háttérnek vagy díszítőnek lehet használni, ebből akár egy virágot is ki lehet hozni. Ú, de szuper! Megnézem. Ó, és nagyon jó kis vastag, jó kis stabil bélyegző. Tök jó. Bocsánat, hogy én így rácsodálkozom a dolgokra, de tényleg ez az első ilyen csomagom. Úgyhogy jó, alaposan megnézek mindent. Ó, de jó, imádom az ilyen kis háttereket, amivel izgalmasabbá lehet tenni. Az nekem mindenféleképpen nagy kedvenc, úgyhogy ezt biztos, hogy rengeteget fogom használni. Ez nagyon szuper. Ó, de jó, ez is, hogy nem simán egy kereszt, hanem olyan, mintha így oda lenne ecsettel húzva, nagyon szuper. Egy másik, szintén a Jelkit klubhoz tartozik. Wow. Ezt is kibontom, mert itt felfedeztem valamit. Aha. Ó, ezek ilyen... Hát ezekkel is létre tudsz hozni ilyen kis háttereket, de nem csak azt, hanem ilyen különböző struktúrákat is tudsz adni az oldalnak általa egy technikában, majd meg fogom mutatni. Ó, de jó ez! Ez nagyon tetszik ez is. Minden jel erre utal. Felkiáltó jelek az is, de kafa. Wow! Ez fontos lehet, hogy a nemzetközi jelek. Középsúlyas nincsen.
Uh-huh. Közben fejemben lefejeltem a telefont. Ezek betűbélyegzők, ez bármikor jól jön. Ékezetesek, tök jó. Ó, hashtag is van benne. Ez csípor. Január, és aha, és hogyha jól látom, akkor nem csak a körvonal, hanem aha, a belsejét is megkaptuk. Tök jó, már ezzel is van ötletem. És hát a 2019 csíport. Azt nem veszem ki, nehogy itt kapásból eltörjem. Ha izgatott vagyok, hajlamos vagyok nem figyelni, és akkor csak szakítom, megtérdesem a dolgokat. Ez szerintem még a decemberi, a decemberhez tartozott. De tökéletes most, és kint a rengeteg mínusz röpköd. Fényben fürdik a világ, de jó. Ma él csillagpor és hószitál. Téli hangulat mintás csíport. Aha. Ezek is nagyon tetszenek. Bocsi, lehet, hogy nektek ez már ismerős, úgyhogy én meg itt felolvasom, hogy mik vannak rajta, de én még most látom először, úgyhogy én rácsodálkozok. Ez is, ez de jó. És ahol otthon ér az ünnep. Téli mókázás. Aki fotózott mostani nagy havazásban, azoknak szuper lehet. Na nézzük. Jó, hogy itt voltál, szívemnek kedves. Viszlát, fenyő. Tél a javából. Ó, és itt van ez a rovátkás, amikor már láttam, már akkor mondtam, hogy nekem az lesz a kedvenc papírom, azzal már tudom, hogy mit fogok csinálni. És de jó, ilyen nagyon jó anyaga van, és tök jó, hogy nem kivágós, hanem matrica, ugyanis én nem nagyon tudok egyenesen vágni. És valamilyen, nem tudom, hogy milyen anyaga van ennek, de nagyon jó. Ilyen kicsit se ilyen fényű, struktúrált felülete van, nagyon tetszik, és olyan jó kis, nem kis gyenge papír, hanem valami vastagabb vagy erősebb. Szerintem. De nagyon jó. Nagyon jó is már eleve. Amikor majd visszalapozunk, akkor tök jó lesz hozzáérni. Januári történet. Ezek dekorgombok. Ez tök jó, hogy ilyen fém a hátulja, ugyanis nem csak fel lehet ragasztani, hanem ilyen mágneses lezárást is lehet nekik adni. Jeles nap és a felkiáltó jelek. Ó, a felkiáltó jelek alá mehet majd valami titkos dolog. Na, nézzük. Napi riport, mai események. Ennek fontos jelentése van. Hagy nyomot, jelek a testemen. Tetkó, látnom kellett volna. Rád nézek és tudom. Ezt... Jaj.
Na lehet most kellene egy szünetet tartanom, ugyanis látnom kellett volna, igen, látnom kellett volna, hogy esetleg el fogok érzékenyülni, de meg sem fordult a fejemben. Nem tudom ugyanis, hogy ez mennyire publikus, hogy egyáltalán erről lehet beszélni, hogy az ilyen csapattagok ugye ötletelnek mindig, hogy ők mit, hogyan látnak egy-egy témát, és jaj. És tök jó érzés látni azt, hogy az én, hogy amit, ami az, benne vannak az én ötleteim is. Tehát maga az, hogy érdemes megtaláltatott arra, hogy abból valódi termék legyen. Nem sírunk. Na, és ez szuper szép papír. Ilyen visszafogottan elegáns. Nagyon tetszik, én imádom a szürkét, ezeket a mentás színeket is. Ó, ez pedig egy totál semleges, ami szintén jól jön, ugyanis nekem fiaim vannak, viszont ez meg nagyon-nagyon tetszik. Tudni kell, hogy eleinte azért féltem igent mondani Áginak, pontosan azért, mert azért a legtöbb, ó, ez is de jó pont, jól jön, ilyen csomagban nagyon sok nőies, lányos, lágy és finom dolog van. Én pedig ugye legtöbbször fiúknak alkotok, vagy fiúkról, de volt a fejemben egy ötlet, amit mindenképpen szeretnék megvalósítani, úgyhogy most kivételesen pont nem gond, hogyha ilyen nőiesebb oldalak jönnek. Ez is nagyon jó. Mindjárt összeszedem magam. Ó, ez a kedvencem. Már amikor megláttam, akkor mondtam, hogy ebből már én tudom, hogy mit fogok csinálni. Ugyanis nyilván ugye, amikor fölkért Ági erre a feladatra, akkor én egyből elkezdtem gondolkodni, hogy mivel fogok jönni. És volt egy tervem idénre, amihez ez pontosan passzolt ez a papír. Úgyhogy vártam is vele, nem kezdtem el. És hát akkor bocsánat a fiaimtól, de ezt az oldalt fogom felhasználni. Kockás, ez az mindig jöhet, imádom. Ó, de jó, hogy vannak benne ilyen kis, nem tudom, látszik-e? Meglesem. Aha, ilyen kis háttérben ott vannak ilyen kis minták, pecsétek, meg fröccsenések. Nagyon jó, én imádom az olyan papírokat, ami nem csak önmagában mintás, hanem ott alatta a háttérben, ott még történnek dolgok. Ó, de szuper! Ez is nagyon jó. Ez is nagyon-nagyon tetszik, és ezen is itt folytatódik ez a pecsétes. Nem tudom, mennyire jön át a szína a kamerán. Ez ilyen mentás, de abból is egy ilyen finomabb, tehát nem egy erős menta, hanem olyan lágy, a pasztelesebb. Wow! Na ez baromi szép. Úram ég, ez tényleg gyönyörű. Ó, és már erre is van ötletem. De szép. Ez viszont, na jó, ez is tetszik. Na, erre kell valamit kitalálnom. Hogy használjam föl mind a két oldalát.
Ez pedig ilyen korallos. Korall, ugye? De jó. Ó, de szép. Ez is, meg ez is. Ági! Miért egy lapra teszed az ilyen szépeket? Júj! Na jó. Ezen majd gondolkodom, hogy használjam. Hogy mind a két oldala látszódjon. Jaj, de jó ez is, meg ez is. Na nézzük. Elszakítom. Nem szakítom el. Két klub. Aha. Pont éppen tegnap mondtam a lányoknak, hogy tőlem oldalt biztos nem fognak látni, én ugyanis életem során vagy 4 órát csináltam még, de azért ez egy nagy chipboard, ami ugye oldalt követel, habár ha jól látom, olyan A5-ös méret, szóval lehet meg tudom úszni. majd kitalálok erre is valamit. Ja igen, ugyanis én azt terveztem el, hogy igyekszem annak a csomagnak, amit kapok, minden egyes darabját felhasználni. Én ugyanis nem szeretem se a maradék tárolást, se a maradék gyártást. Úgyhogy bár van már hirtelen most több ötletem is erre. De jó ezzel is. Ugye? Látszik a fotón, vagy a videón, hogy milyen jó ezzel is. Jaj, nagyon tetszik ez az oldal, meg ez. Na, nézzük. Fonal. Tök jó, hogy ez is ilyen szürkés, kékes. Nagyon tetszik. Jó kis puha. Ezek is gombok? Milton kapocs. És hogyha jól látom, akkor igen, a papír mintázatai vannak benne, de jó. Aha, de jó. Ezt már tudom, mire fogom használni a rovátkásat, ugye? Nagyon tetszik. Még pecsét, hagy nyomat. Én imádom az ilyen fröccsenéses dolgokat, legyen az pecsét, vagy bármi más. Én ugye az árcsúrnál oldalaim, a sőt a vásznakon is sűrűn, ja, erre nyílik. Sűrűn fröcsögtetek. Úgyhogy ezzel az ilyenekkel pedig lehet ezt irányítottam. De jó kis vaskos. Hagy nyomot. Ez pedig, ha jól látom, akkor ez a nagy háttér chipboardnak lehetnek a belső részei. De ez szintén, ugye? Na jó, mondjuk ennyit nem biztos, hogy fel tudok használni egy hónap alatt, de az ilyenek mindig jó jönnek ilyen kis nyilakat kirakni belőle. Vagy akár a vékonyabbakat meg az oldal sarkaihoz rakni. Uh-huh.
Úgyhogy én ezeket nagyon szeretem. Na, ez micsoda? Ezek jó, ezek a nemzetközi jelek kivágatai, ha jól mondom. De ez is valami jó kis erős kartonból van, ha jól látom. Nézzük, van-e benne csúnyaság. Szépi szuper. Ó, ezt akkor fogom használni, ha kiakasztanak a kölykök. De jó. No. Próbálok figyelni a csomagolásra is. Hogy ne szaggassam a széllyel. Ez egy leírás, ugye itt van a hónap témájáról egy leírás. Aha, és már úgy van írva a hónap témájáról, hogy ahogy olvasom, már elkezd járni az agyam, hogy mit. Mire, tehát már eszembe jutnak dolgok róla. Aha, és akkor itt is vannak a témaindító gondolatok is külön. De engem már a leírás is megmozgat. Na, ezt majd még átolvasom, hogyha leállítottam a videót. És akkor ide meg föl lehet írni a megörökítendő történeteim a témában. Elérhetőségek. Mutasd meg és nyerj! Na, nézzük! Mutasd meg a barátaidnak Instagramon a Scrapbook Kit Club csomagodat, és nyerj ajándékkitet. Ezt tudtátok? Én ezt nem tudtam. Használd az Itt a Kit Club hashtaget, sorsolás a hónap utolsó napján a hashtaget felhasználók között. Vagy ez új dolog, vagy volt már? Na, tessék használni a hashtaget, és akkor lehet nyerni egy ajándékkitet. Erről nem tudtam eddig, de bocsánat, ha ez nem újdonság senkinek, nekem az. Betűmatricák, ez is de jó, hogy matrica, és nem kell kivágni. Ez is ugyanabból az anyagból van. Annyira jó, milyen anyag ez, vagy mivel van bevonva. Nagyon jó. És ez is tök jó, hogy ilyen univerzális, tehát nem csak lányos. Nem csak lányoknak felel meg. Jó, ez is. Nincsenek jelek, csak megérzések. Ezért él utoltán, nincsenek véletlenek. Jaj, de jó. Na jó, ezt lehet végig se olvasom gyorsan. Vagy de azért végig olvasom. Isteni sugárat, névnap, jeles napok, születésnap, ezt megjegyzem magamnak. Ez is nagyon tetszik amúgy, hogy nem tökéletesen egyenesen van írva, hanem mintha tényleg valóban írógéppel egy kicsit, ahogy régen az írógépek írtak, mintha kicsit ilyen kuszán lennének. Nekem ez nagyon tetszik, hogy nem tökéletesen egyenes ez a sor. Jaj, ez de jó, hogy nincsenek jelek, csak megérzések. Ez de jó, hogy belekerült. Köszönöm. Nyomot hagyott rajtam. Jó. Hagynyomat, ez nagyon jó, ez a betűtípus.
Rád nézek, és tudom. Ez ilyen nyomok. Kis kutya csivava a kutyásoknak, cicu a cicásoknak. Hűség végtelenül. Ez szeretett jele. Ez volt a jelem, hát nekem köcsög volt a jelem az óviban. Úgyhogy azon nem nagyon van mit. Nyomok. De jó. Na nézzük. Ó, van még egy kockás papírom. Ennek mi van a hátulján? Ó, de jó, hogy nem kell erről sem dönteni. És van még egy a virágosból. Ó, de szuper, köszönöm. Jaj, de jó. Ó, nem kell gondolkodnom. De jó, de örülök ezeknek. Jaj, de jó, köszönöm szépen. A rovátkásból is van még. És ez meg alapkartonok. Szupi. Köszönöm szépen. Jaj, de jó. Na remélem minél többen velem fogtok tartani a hónapban. És remélem átérzitek az örömömet. Mert nagyon örülök. Mindennek. Úgyhogy igyekszem majd nektek nagyon szép dolgokat. Szép, egyszerűen elkészíthető, gyors dolgokat hozni. Nem ígérem, hogy feltétlenül mindegyik olyan lesz, amihez fotó fog kelleni, de hát ha megihlet benneteket is. És azt hiszem, fogok jönni egy kis játékkal is majd nektek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a csomagot. Sziasztok! Ja, és most fogom magam, és újra átnézem az összeset. Sziasztok!